sokat fáztam, fáztam alatta. Népdalokkal mulatták az időt a Szentgáloskéri Napsugár Egyesület tagjai, amíg az udvari kemencében sült a kenyér. A településen büszkék a hagyományokra, szívesen készítik el maguk a kenyeret, igaz, ma már géppel kelesztik azt. Szitáljuk a lisztet, hozzárakjuk a sót, kimérünk egy liter vizet, beleteszünk egy élesztőt, azt felfuttatjuk, és beletesszük a keresztőbe, és akkor hozzáöntjük a lisztet, és megkeverjük a géppel. Akkor, mikor már teljesen sima, látjuk, hogy kisimult a tészta, akkor bent hagyjuk a keresztőbe egy fél órát. Akkor, mikor megvan a fél óra, akkor megkevertetjük a géppel újra, kivesszük, és akkor megformázzuk. Akkor megint egy fél órát pihentetjük, és akkor beletesszük ezekbe a kis formákba. És akkor ott meg kell. Egy órát kelesztik, aztán a kemencébe nagyjából 50 percig sütik. A friss, ropogós cipó nem csak kinézetében, hanem ízében is teljesen eltér a ma boltban kapható kenyerektől. Szentgáloskéren csütörtökön tartották meg a sütés főpróbáját. A településen ugyanis a kenyér ünnepén szeretnék majd elkészíteni a tökéletes cipót. Az asszonyoknak Lukács József pékmester is segített. A polgármester Szabó Péter azt mondja, az ilyen jellegű programok összehozzák a helyieket. Hogy tartsuk össze a közösséget, és legyen szó bármilyen rendezvényről, adunk neki egy nevet, mindenképp az, én legalábbis személy szerint arra törekszem, hogy a településünk lakóit mindig valahogy összehozzuk egy-egy ilyen rendezvényen. Nekünk elég összetett településünk van, és nagyok a kilométerek egymás között, tehát egyik utca végétől a másikig, és ha más nem, akkor, amikor egy-egy rendezvény van, akkor találkoznak ezek az utcabeliek, és egy jót beszélgethetnek. Augusztus 19-én a közös kenyérsütés mellett citera zenével, főzéssel és gyerekprogramokkal készülnek Szentgáloskéren a kenyérünnepén.